A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara június 6-án rendezte meg hagyományos tanévzáró ünnepségét, amelyen a szakképzés helyzetének áttekintése mellett sor került a kiváló tanulók, oktatók, felkészítő tanárok duális képzőhelyek elismerésére. Az ünnepség ezúttal is Markovszky György elemzésével kezdődött, majd a szakképzési centrumok igazgatói mondták el gondolataikat. Én azt gondolom, könnyű helyzetben vagyunk itt és most, amikor ünnepelni jöttünk össze. Ünnepelni azt, hogy a szakképzés az elmúlt évben, vagy az éppen most záruló évben megint egy eredményes évet zárt egyrészt, másrészt folyamatosan lehet látni, hogy a szakképzés egyre inkább erősödik az oktatás többi rendszerén belül. Ez azt gondolom, hogy akik itt ülnek, azoknak mindjártunknak öröm, elismerés, ha úgy tetszik, és bízhatunk abban, hogy újra helyére kerülnek a dolgok, talán egy 30-40 éves vagy 50 éves kerülőt követően. És hát én hadd kezdem azzal, hogy itt, hogyha régebbre nézünk vissza, akkor bizony a szakképzés az egy elég kacskaringós utat járt be, és elég mély pontokat is találtunk a szakképzés történetében az elmúlt 50 év során. És hadd kezdem azzal, hogy a magyar szakképzés a két világháború közötti időben Európában is nagyon elismert képzés volt, ráadásul folyamatosan tudott kapcsolatot tartani a nyugat-európai intézményekkel, és emiatt az itt végzetteket Európában is várták, hívták, és Magyarország, lehet mondani, Európának aktív részese volt abban az időszakban. Aztán az 1950-es években, mondhatjuk, arra én már elég jól emlékszem a koromnál fogva, bizony még mindig abból éltünk, hogy a szocialista időszak első talán 15-20 évében a szakképzésben rengeteg olyan ember került be, akik valamilyen felelős beosztásban dolgoztak, komoly beosztásokban, ki akarták őket ebrudalni abból a rendszerből, és a végén ezekben a nem megyecékhelyi technikumokban, meg egyéb helyeken találtak maguknak munkát. Ez meglátszott az akkori képzésen, mert az 1960-as években a technikus képzés Magyarországon soha nem látott magas színvonalat ért el. Amiatt aztán jöttek a fiatalok is, hát egyre többen látták azt a szülők, hogy érdemes technikumba iratni a gyerekeket. Aztán ezt követően jött az egész szakképzés átalakítása, a szakközépiskoláknak a bevezetése, és tulajdonképpen az egyébként jól működő rangos intézmények, ha úgy tetszik, szerepet vesztettek. És aztán várta mindenki azt, hogy majd valami lesz, és nem lett. Eltárt bizony nagyon hosszú idő, mire az egész ország azzal nézett szembe, hogy a képzés színvonala az csökkent, és az érdeklődés a fiatalok részéről, mert hisz ilyen a dolog, az meg folyamatosan csökken éppen azért, és mindenki gimnáziumba akart menni. A szülők meg egyre inkább gondolták, hogy hát akkor, ha nem lesz érettségi a gyereknek, akkor aztán nem tudom, mi lesz belőle. És elértünk oda, hogy én már erre elég jól emlékszem, mint munkáltató, úgy tetszik, hogy jöttek a különféle közepes nagyjából, meg annál gyengébb érettségi eredményekkel, hogy milyen munkahelyet tudnánk kínálni a gyereknek. És ez a milyen munkahelyet, ez arról szólt, hogy lehetne kávét főzni, meg lehetne ezt, meg azt, hát ilyen kisegítő munkafélét. És ez, ha csak egy-kettő lett volna, akkor azt mondom, hogy ilyen kivételes dolgok. De tömeges volt ez a fajta szándék, és tömeges volt az a hit a lakosság általános köréből, hogy hát az milyen jó, akkor tulajdonképpen ilyen helyre kell küldeni a gyereket, aztán majd valami lesz vele. Senkiben nem mozdult meg az, hogy ez hosszú ideig nem lesz fenntartható. És egy ország mehet rá arra, hogyha ilyen lesz az egész képzési rendszere. Ez kísértett bennünket elég hosszú ideig, és azt gondolom, hogy most éppen azért nyugodtabban, emelt fővel ülhetnek itt az itt lévők, mert azért sikerült elindítani visszafelé ezt a folyamatot, és a szakképzésnek újra valamilyen rangot adni. És a szakképzést, ezzel együtt a technikus képzés visszaállítását, azt beindítani úgy is, mint az egyetemi főiskolai tanulmányok előszobáját.
Mert hogy ez a normális része az életnek, hogy a legjobbak akkor közvetlenül mehetnek. Én magam is megéltem ezt, hogy technikumból hogyan lehet főiskolára kerülni, és szerencsétlen gimnazista társaink, azok nem győztek jönni, hogy de mondd már meg, hogyan van. Tehát fogalmuk nem volt dolgokról, és a technikumból érkezettek, ez ehhez képest professzornak számítottak a szakmai dolgok tekintetében. És legyünk őszinték, ma még inkább olyan a világ, hogy bizony 18 éves kor előtt kell valamire megpróbálni ráhangolni a fiatalokat. Ha valaki azt gondolja, mert akkor voltak ilyenek, hogy majd ráérám 20x éves korába. Aki 20x éves koráig nem fogott semmit a kezébe, az már nem is fog. Attól idegen lett a kézimunka, idegen lett minden, ha úgy tetszik, és ez nem az ő olyannak az ő baja, de nem az ő felelőssége, hanem elsősorban a szülőké, a nevelőké, mert olyan képzetet tudtak kialakítani, amiatt. Ezt a visszatekintést én azért próbáltam megtenni, hogy el tudjuk helyezni a mai szakképzést, ami tulajdonképpen egy újraépülő szakaszban, ezt nyugodtan mondhatjuk, az első nagyjából fél évtizeden van túl, és azt mondhatjuk, hogy már mutatkoznak az eredményei. És ez rendkívül fontos, mert a hetedik, nyolcadik a sok a pályaválasztás, amiről szó volt. Azok azt szerint fognak pályát választani, hogy mennyire látják ezt vonzónak. Ha vonzónak látják, akkor adott esetben ebbe az irányba mennek, ha nem látják vonzónak, akkor rendkívül nehéz. Itt külön pedagógusok aztán tudják, hogy a gyerekek befolyásolása az nem egy olyan könnyű dolog, és többféle befolyás érvényesül, és adott esetben a korosztályi befolyás az erősebb, mint a nevelői vagy a szülői befolyás. És ezek az előzmények azért fontosak szerintem, hogy azt lássuk, hogy nem dőlhetünk hátra azért, mert most már a szakképzésbe beáramló diákok száma, aránya, meg tanulmányi eredménye messze jobb, mint amit gondoltunk előzőleg. Tehát kezd beérni ez a folyamat, és azt lehet mondani, hogy igen, most már a szakképzésből ez a folyamat lehetővé teszi, hogy átlépjenek ezek a fiatalok akár az egyetemi főiskolai képzésbe, különösebb zökkenő nélkül. És hát azért is fontos lenne, mert Magyarország ma is ott tart, hogy kicsit, ha hátradőlünk, messzebbről nézzük, akkor bizony a felsőfokú képzés az aránytalan. Ha megnézzük a Veszprémi Egyetemet, az informatikai, meg a mérnöki kar, meg az egyéb karok, és akkor nem kell nevesíteni, akkor azt kell mondani, hogy a mérnöki karon vannak a legkevesebben. És ez valahol nem normális dolog. És nyilván a fiatalok valahol azokat a befolyásokat kapták meg, hogy nem érdemes túl sokat dolgozni, már pedig a mérnöki diplomához kénytelen konkrétumokat tanulni, azokat elsajátítani, és akkor inkább jó lenne valamiről úgy beszélgetni. De ha valamiről csak beszélgetni tudunk, akkor elég nehéz abból megélni. És azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy az itt ülő pedagógusok mit közvetítenek ezeknek a diákoknak. És én mostantól inkább a köszönet hangján szólalnék meg, mert akik itt ülnek, azok sok munkát fektetnek abba, hogy ezek a fiatalok az iskolai képzés keretében ne csak azt a tananyagot tanulják meg, hanem valamilyen életszemlélethez is jussanak. És lássák meg a valós teljesítmény, meg adott esetben a képletes teljesítmény közötti különbséget. És mindenkinek, aki ebben a munkában részt vesz, én szeretnék köszönetet mondani, kifejezni azt a köszönetet, ami a pedagógusi munkához azt gondolom nélkülözhetetlen. Lehet mondani, hogy javulnak a pedagógus bérek, és lehetne itt erről hosszasabban is beszélni, de azért ezzel együtt is ez egy olyan fajta munka, ahol az erkölcsi elismerés majdnem azt mondom legalább olyan fontos, mint az anyagi elismerés. És igenis egy társadalom, annak bizonyos rétegei felelősek azért, hogy milyen kép alakul ki a gyerekekbe is, a szülőkbe is, a tanárokkal, a képzőhelyek felnőtt embereivel kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy ebben jó úton járunk,
Ez azt jelenti, hogy nő ez a fajta tekintély, talán az a fajta romboló munka, ami hosszú ideig élt egyébként, és még most is vannak hatásai, mert ha megnézzük azt, hogy bizonyos egyetemekre szaktanári, meg egyéb irányokba mennyien jelentkeznek, akkor ijesztően kevesen. Tehát azt jelenti, hogy nem vonzó a pálya. És nekem voltak olyan javaslataim, írtam különféle leveleket is minisztériumokba, hogy akkor ezt úgy kéne megcsinálni, hogy meg kéne duplázni a fizetést legalább a reáltárgyak oktatóinál, és akkor ez gyorsan tud hatni adott esetben. Semmilyen reakció nem volt rá, természetesen nem tudom mondani. Pedig, ha a mi gyerekeink reáltárgyakból nem lesznek megfelelően képezve, akkor bizony hiába várjuk azt, hogy mérnök legyen belőle, meg valamilyen más olyan szakember, ami nélkül meg a társadalom nem képes működni. És én visszatérve az elismeréshez, azt köszönöm, hogy önök ebben fáradtságot nem kimérve dolgoznak, és az itt lévő fiatalok azt mutatják, hogy ez a munka eredményes is. Ezek a fiatalok részben a helyi versenyeken, azt követően országos versenyeken azt bizonyították, hogy megfelelő képzésben részesültek, elsajátították a tudnivalókat, és ez minket mondjuk büszkévé tesz. És tudtam mondani, hogy nekik is gratulálunk, nem csak a pedagógusaiknak. És hát én azt gondolom, hogy itt az SKTV-n túlmenően is igaz az, hogy a következő időszakban reméljük azt, hogy igen, azok a fajta erőfeszítések, amik itt a filmben is látszottak, hogy közelebb akarjuk vinni a szakképzést a diákokhoz, és minél fiatalabb korba, tehát 7-es, 8-as korba találkozzanak ezzel, az újabb löketet adhat ahhoz, hogy jobb tanulók is akarjanak menni, adott esetben a technikumokba, adott esetben a szakképző intézményekbe, meg talán el tudjuk riasztani a gyerekeket az olyan fajta képzésektől, amikor valaki azt hirdeti iskolaként, hármas általános iskolai bizonyítvánnyal is tudunk érettségit garantálni. Mert ez önmagában minősíti magát az intézményt, ahogy tetszik. De tudjuk, hogy ilyen is van, ahogy tetszik. És én szeretném megköszönni a figyelmet, megköszönni önöknek az egész éves munkát, és azt a fajta rendíthetetlen tenni akarást, amivel folyamatosan részt vesznek a szakképzésbe, és lehetővé teszik azt, hogy a mi fiataljaink azok ilyen eredményeket érjenek el. Hangó Balázs államtitkár úr szavaival élve 2024 a szakképzés fejlesztésének éve. Nem véletlenül fogalmazott így, hiszen a helyreállítás és ellenálló képességi eszközprojekt keretében mintegy 96 milliárd forint fordítható infrastruktúrális fejlesztésre. Ebből az összegből a vármegyei iskolái is részesednek. A megújult szakképzési rendszerünknek köszönhetően immár negyedik tanéve után a diákjaink olyan tudással és készségekkel gazdagodtak, amelyek a valós gazdasági környezetben is megállják helyüket. Az egyik legfontosabb változás, amelyet bevezettünk, a duális képzés rendszere. Ez lehetőséget biztosít diákjaink számára, hogy elméleti tudásukat valós munkahelyi környezetben alkalmazzák és fejlesszék tovább. A duális képzés révén diákjaink betekintést nyerhetnek a munkavilágába, és olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek, amelyek rendkívül értékesek lesznek számukra a jövőbeni karrierjük során. Ezzel nem csak szakmai tudást, munkahelyi kultúrát, felelősségtudatot és csapatmunkát is tanulnak, ami a mai világban elengedhetetlen. A centrumokban is létrejött ágazati képzőközpontokban a gyakorlati oktatás során a tanulók találkoznak a legmodernebb technológiai és innovációs megoldásokkal, beleértve a digitális munkafolyamatokat és az ipar 4.0 alkalmazási lehetőségeit. A szakképzésben résztvevők számára ma már nem csak az a lehetőség adott, hogy egyetlen szakmában jeleskedjenek, a magyar állam ingyenes második szakma elsajátítását is biztosítja, így diákjaink több lábon állhatnak, szélesebb körű tudásbirtokába jutnak, és rugalmasabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiac változó igényeihez. De miért is fontos ma szakmát tanulni? Elsősorban azért, mert a szakmatanulás biztos jövőt, stabil karriert és kiszámítható megélhetést nyújt.
A szakmai tudás birtoklása az egyik legnagyobb érték, amit egy fiatal megszerezhet, mivel a jól képzett szakemberek iránti kereslet folyamatosan nő. Egy szakma elsajátítása nem csupán munkalehetőséget, hanem önállóságot, önbecsülést és anyagi biztonságot is ad. A szakmatanulás lehetőséget biztosít arra, hogy valaki mélyreható ismereteket szerezzen egy adott területen, és ezáltal kiemelkedjen a munkaerőpiacon. Megyénkben 16 ágazaton történik az oktatás. Az a tudás és tapasztalat, melyet a szakképzés során megszereztek, azonnal alkalmazható a munkavilágában, és jelentős előnyt biztosít a munkakeresés során. A gyakorlati tapasztalatok révén diákjaink már a képzésük alatt is valós problémákkal találkoznak, és azok megoldásával készülnek fel a jövő kihívásaira. Külön szeretném kiemelni az okleveles technikus képzés lehetőségét, mely egyedülálló belépőt jelent a felsőoktatásba. Azok a diákok, akik ezt az utat választják, már középiskolai tanulmányuk alatt felsőfokú ismereteket sajátíthatnak el, és okleveles technikusként egyenes útjuk nyílik az egyetemi és főiskolai képzések felé. Szeretném megemlíteni a Veszprém vármegyei felsőoktatási intézményekkel köttetett együttműködési megállapodások a centrumokkal egy újabb lehetőséget adnak a felsőoktatásba való bekerüléshez. Az egyik kulcsfontossági tényező a szakképzés minőségének fenntartásában és javításában a minőségirányítási rendszer működtetése. Az ECAVET, ami a szakképzés európai minőségbiztosítási referencia keretrendszerére alapozva nyújt segítséget a hazai szakképző intézményeknek minőségbiztosítási, minőségfejlesztési tevékenységeikben. Ennek a rendszernek a feladata annak biztosítása, hogy a képzés minden szakaszában magas színvonalú oktatásban részesüljenek diákjaink. A minőségirányítási rendszer segítségével folyamatosan ellenőrizzük és fejlesztjük az oktatási folyamatokat, biztosítva ezzel, hogy a legújabb ipari követelményeknek és munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő képzést nyújtunk. Ezáltal diákjaink a legjobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, és a magyar gazdaság is profitál a jól képzett szakemberek munkájából, akik nélkülözhetetlenek a hazai vállalatok versenyképességének fenntartásához és növeléséhez. Az intézményeinkben végzett diákok nem csak saját karrierjük építésében, hanem a magyar gazdaság fejlesztésében is kulcsszerepet játszanak. A magas színvonalú szakemberképzés hozzájárul ahhoz, hogy országunk gazdasági teljesítménye javuljon, és hosszú távon is fenntartható fejlődést biztosítson. A szakképzés a jövőbeli szakmai siker kulcsa a megfelelő pályaorientáció. Fontos, hogy diákjaink már fiatalkorban megtalálják azt a területet, amelyben tehetségesek, és majdan szenvedéllyel tudnak dolgozni. Intézményeink nagy hangsúlyt fektetnek a pályaorientációra, hogy minden diákunk valóban megtalálja a számára legmegfelelőbb szakmát és karrierutat. A pályaorientációs programok, tanácsadások és workshopok révén diákjaink tudatosan készülhetnek fel jövőjükre, és a lehető legjobb döntéseket hozhatják meg a szakmai pályájuk során. A teljesség igénye nélkül a kamarai nagyon jó együttműködés során már megvalósult rendezvényeink, szülői értekezletek, szakmai vetélkedők, nyári táborok, ázgazati képzőközpontok népszerűsítése, digitális tudásközpont, pályaválasztási felelősök fóruma és az imént láthatott pályaválasztási és szakmabemutató nap is ezt tükrözi. Ezen túlmenően kiemelten fontos szerepet játszanak a szakmai versenyek is, amelyek nagyszerű lehetőséget biztosítanak diákjaink számára, hogy megmérettessék magukat és bebizonyítsák szakmai felkészültséget. Ezek a versenyek nem csak a tudás elmélyítésére, hanem az önbizalom és a szakmai elkötelezettség növelésére is kiválóak. A versenyeken való részvétel ösztönzi a diákokat a folyamatos fejlődésre, és segít abban, hogy a legújabb technológiai és ipari trendekkel lépést tartsanak. Az itt elért eredmények pedig kiváló referenciát jelentenek a munkaadók számára is, jelezve, hogy a diákok magas szinten képesek teljesíteni. A 2020-ban bevezetett szakképzési rendszer számos kompetenciát követel meg diákjainktól, amelyek elengedhetetlenek a mai munkaerőpiacon való érvényesüléshez. Ezek közé tartozik a digitális írástudás, amely a modern technológiák alkalmazását és az információs rendszerek hatékony használatát jelenti.
Emellett fontos a kritikai gondolkodás és a probléma megoldó készség, amelyek lehetővé teszik, hogy diákjaink gyorsan és hatékonyan reagáljanak a munkahelyi kihívásokra. A csapatmunka, az együttműködési képességek szintén kiemelt szerepet játszanak, hiszen a legtöbb munkahelyen elvárás, hogy a dolgozók hatékonyan tudjanak együttműködni különböző szakmai csoportokban. Az önállóság és a felelősségtudat fejlesztése alapvető fontosságú, mivel a munkaerők olyan munkavállalókat keresnek, akik képesek önállóan dolgozni és felelősséget vállalni saját munkájukért. Az együttműködésre vonatkozóan példaértékű mintát adhat Veszprém vármegye, az iparkamara, a Pannon Egyetem, a pedagógiai szakszolgálat, önkormányzatok, agrárkamara, felnőtt képzés, kormányhivatal, tankerülőközpontok és a szakképzési centrumok együtt gondolkodásával elősegítve a szakképzés erősítését. Végül, de nem utolsó sorban szeretném kiemelni a továbbképzési és fejlődési lehetőségeket, az élethosszig tartó tanulás szellemében, vagy divatosabb nevén Life of Learning során mi arra törekszünk, hogy diákjainkat olyan útra tereljük, ahol mindig nyitottak lesznek az új ismeretek befogadására, és képesek lesznek alkalmazkodni a technológiai és gazdasági változásokhoz. A szakképzés 4.0 stratégia bevezetése olyan paradigmaváltást hozott, amelyben az ipar 4.0 technológiák, mint a digitalizáció, az automatizáció, és ma már a mesterséges intelligencia integrálódtak a tantervekbe, és így a gyakorlati képzésbe. Kedves diákok! Büszkék vagyunk rátok és az elért eredményeitekre. Bízunk benne, hogy az itt szerzett tudás és tapasztalatok a jövőben is hűtársaitok lesznek. Azonban nem szabad megfeledkezni mindazon a szakképzésben érintett szereplőkről, akiknek munkája mindannyiótok eredményeihez hozzájárult. Köszönöm az oktatóitoknak mind az iskolában, mind a duális képzőhelyeken, köszönöm a kamarának, és nem utolsó sorban szüleiteknek, akik a biztonságos hátteret megteremtették a nagyszerű eredményeitek eléréséhez. Engedjétek meg, hogy egy idézettel kívánjak sikeres és boldog életet. A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte. Elég bizakodóak, hogy higgyenek benne. Elég türelmesek, hogy várjanak rá. Elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. Elnök úr szereti a szakképzés fejlődés történetét évszázados perspektívába helyezni. Én most 5 évvel beérném, és igyekszem, hogy nagyon tömör és lényegre törő leszek. 2019-ben kezdődött el a szakképzés átalakítása. A szakképzés átalakításának a folyamata a szakképzés 4.0 stratégiára épült, és ugye ebben a stratégiában nagyon sok szempontrendszer, nagyon sok pillér volt, de ebből kiemelhető 2 nagyon fontos gondolat, hogy miért kellett a szakképzést megújítani, és miért kellett 2019-ben egy változási folyamatot megkezdeni. Az első ilyen nagyon fontos alapvetés az volt, hogy a gazdasági szereplők igényeihez kellett illeszkedni. Tehát itt a gazdasági szereplők alapvetően nem voltak elégedettek a szakképzés minőségében, és ez abban csúcsosodott ki, hogy a nálunk végzett diákoknak a betanítási ideje az nagyon hosszú volt. És itt ez nagyon fontos célkitűzés volt, hogy a szakképző iskolánkban, illetve a technikumokban olyan tudást tudjunk adni a gyerekeknek, hogy amikor nálunk végeznek és elhelyezkednek a munkaerőpiacon, akkor ez a betanítási idő ez minél rövidebb legyen. Nyilván ez nem lesz soha nulla, tehát nem lesz az, hogy az első munkanapon már tökéletes munkát végeznek a diákok, de itt az volt a gondolat, hogy fél vagy egy éves betanítási idő az nagyon hosszú, tehát ezt a gazdasági szereplők, ezt a vállalkozások nem bírják el. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont volt. A másik nagyon fontos szempont volt pedig, hogy a szakképzést vonzóvá kellett tenni. Tehát 2019-ben a társadalmi megítélése a szakképzésnek az nem volt a csúcsponton. Mindenképpen vonzóvá kellett tenni annak érdekében, hogyha szülők a diákokat beiratják hozzánk, akkor jó kezekben tudják, illetve lássák azt, hogy egy megfelelő életpályát tudnak a gyerekek nálunk kapni. Fontos volt az, hogy vonzó legyen a diákoknak, tehát egyrészt, amikor az iskolába bejönnek hozzánk, akkor
olyan környezetet tudjunk nekik adni, hogy jól érezzük magukat, másrészt pedig, hogy hasznosnak érezzék magukat, tehát lássák azt, hogy izgalmas, érdekes dolgokat tanulnak, és hogy később ezzel a munkaerőpiacon pedig nagyon jól el tudnak boldogulni. Úgyhogy ez volt az a két alapvetés, ami miatt a szakképzés átalakítását el kellett kezdeni. Ugye itt volt egy módszertani megújulást, próbáltuk a gyakorlati irányba terelni az oktatás tartalmát, illetve az oktatási módszertan, tehát itt a projekt szemléletű oktatás és a digitális eszköztárnak a használata az fókuszba került, és 2020 óta pedig nap mint nap próbáljuk a stratégia elemeit beépíteni a mindennapi gyakorlatba. Ez egy hosszú, de azt gondolom, hogy az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy jó úton járunk, és hát volt egy nagyon fontos trendforduló itt a társadalmi megítélés tekintetében, hogy most már a 9. évfolyamban ugye többen iratkoznak be technikumi osztályokba, mint gimnáziumi osztályokba. Tehát azt gondolom, hogy itt az elmúlt évek munkájából látszik, hogy ezt a vonzó szakképzés tekintetében sikerült jó irányba elmozdulni. És hát mit tettünk annak érdekében, hogy tényleg vonzóvá tegyük a szakképzést? Itt abszolút prioritás volt az infrastruktúra fejlesztés. Hiába volt egy módszertani, illetve egy tartalmi megújulás, hiába képzik folyamatosan tovább magukat az oktatóink, lerobbant épületekbe és korszerűtlen eszközparkkal nem lehet minőségi oktatást megteremteni. Úgyhogy az infrastruktúra fejlesztés az a Veszprém Szakképzési Centrumban prioritást élvezett az elmúlt években, és itt 5 év alatt 7 milliárd forinttal tudtuk a centrum vagyonát növelni, tehát 7 milliárd forint értékben tudtunk beruházásokat megvalósítani. Ebben nagy segítséget kaptunk a várostól, és itt is szeretném polgármester úrnak megköszönni a támogatását, hiszen a Modern Város programból a Jendrassik-Venesz Technikum telephelyét tudtuk fejleszteni. Ez egy 2,5 milliárdos beruházás volt. Emellett nagyon fontos volt, hogy ugye két iskolának a tulajdonviszonyait rendezzük, két iskolánk magántulajdonban volt, és ezeket sikerült állami tulajdonba megvásárolni. Egy nagyon stabil jövőképet kapott ez a két iskola. És ugye az ingatlan vásárlások és a Modern Város program mellett pedig a szakképzési centrum a saját költségvetéséből 5 év alatt 3 milliárd forintot tudott fejlesztésekre fordítani, amit ugye kisfilm nagy részt ezeket a fejlesztéseket összefoglalta. Nagyon fontos volt, hogy a pályázati lehetőségeket minél inkább meg tudjuk ragadni. Itt 3 pályázati programot szeretnék kiemelni, de itt is elmondható, hogy ebbe az 5 éves időtávon közel 5 milliárd forintért tudtunk pályázati forrásokat elnyerni. Ebből a legnagyobb pályázati forrásunk az a 21. századi szakképző intézmény fejlesztési program. Itt 3,9 milliárd forintot tudtunk elnyerni, és azért itt hangsúlyoznám, hogy nagy volt a verseny, hiszen 41 szakképzési centrum van az országban, és 18 szakképzési centrum tudott ebbe a programba bekerülni. És ugye ebbe a programba, aki már járt a házgyárúti tanműhelybe, a Táncsics Mihály Technikum tanműhelyébe, az látja, hogy milyen állapotok uralkodnak. Ez egy 50 éves tanműhely, egy nagyon korszerűtlen tanműhely. Ezt teljes körűen fel tudjuk újítani, és a Táncsics Mihály Technikum mellett pedig még van 3 olyan intézményünk, ahova tanműhelyi eszközöket tudunk beszerezni. Úgyhogy itt a teljes eszközbeszerzési csomag, az egy 1,5 milliárdos csomag lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez a fejlesztés megvalósul, akkor egy újabb nagy lépcsőfokot tudunk a vonzó környezet felé tenni. Azt gondolom, hogy az Erasmus mobilitás is szintén ezeket a törekvéseket támasztotta alá. Itt a Veszprémi Szakképzési Centrum 2021-ben csatlakozott az Erasmus programhoz, és itt a 4 év alatt 2 millió eurónyi forrást tudtunk elnyerni külföldi mobilitásra. Most fogjuk elkezdeni a 4. projektévet, de az első 3 projektévben itt közel 400 diák tudott kísérőtanárokkal 2 hetes mobilitásra utazni, illetve volt 110 olyan kolléga, akik vagy egy, vagy pedig 2 hetes továbbképzéseken tudtak részt venni. És hát itt az is fontos szempont volt, hogy nyilván a
továbbképzés is nagyon fontos, de próbáltunk olyan úti célokat választani itt Majorka, Granada, Ciprus, Málta, hogy azért az oktatás mellett itt a egyéb szabadidő eltöltés is megfelelő környezetben történhessen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szintén egy olyan program, olyan kezdeményezés, ami nagyon előremutató. És ugye a harmadik kiemelendő pályázat az ugye összegében nem közelíti meg az első két pályázatot, de amit itt szeretnék kiemelni, hogy vármegyén belül nem feltétlenül muszáj a szakképzési centrumoknak és a tankerületeknek egymást lekönyökölni és áldás küzdelmet folytatni a diákokért. Tehát vannak nagyon jó együttműködési példák is, mert ezt a pályázatot ezt konzorciumba sikerült elnyerni, ráadásul három tankerületi központtal együttműködve, úgyhogy a konzorcium keretében laborfejlesztésre tudunk forrásokat felhasználni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez szintén egy nagyon jó kezdeményezés volt, és egy nagyon jó együttműködés három tankerületi központtal is. A negyedik és utolsó szempont az pedig ugye a gazdasági szereplőknek, igényeinek való megfelelés. Ugye itt a szakképzésben egy nagyon fontos változás volt, hogy az OKJ kivezetésével itt az alapszakmák oktatása az szakképzési centrumok monopóliumába kerül. Tehát ezt az űrt, ezt be kellett tölteni, itt a piaci igényeket meg kellett hallgatni, és gyakorlatilag itt 2021-ről 22-re egy hétszeres növekedést tudtunk elérni a felnőttek szakmai oktatásában. Ebben óriási munkát végeztek az iskoláink, igazgatók, igazgatóhelyettesek, szakoktatók, tehát ebbe hatalmas mennyiségű munkát tettek bele a kollégák. Úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni az erőfeszítéseiket, de ez egy olyan felnőtt oktatási létszám, amivel egyébként Debreceni Szakképzési Centrummal vagyunk versenyben, tehát itt egymást kerülgetjük az első-második helyen, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is nagyon jó irányba sikerült elmozdulni. És ha már a felnőttek szakmai oktatásánál vagyunk, akkor sikerült egy nemzetközi lábat is növesszünk. Itt a Kárpát-medencei szakkérdési stratégiába tudtunk bekapcsolódni, és Böjte Csaba kezdeményezésére Kézdivásárhelyen is elkezdtünk szakképzéssel foglalkozni, és csoportokat indítani. Itt kísérleti jelleggel egy osztály indult 2022-es tanévbe, és gyakorlatilag ez a kísérleti év ez jól sikerült, hiszen már ezt a tanévet 4 csoporttal tudtunk zárni, úgyhogy itt a 104 képzetnek a többsége sikeres szakmai vizsgát tett, és azért itt is szeretném kiemelni a kollégáinknak a munkáját és munkabírását, hiszen ezért egy szakmai vizsga megszervezése az Veszprémben is felelősség és munka, és ezt a kollégák 900 kilométerre is megtették Kézdivásárhelyen, úgyhogy itt is szeretném megköszönni nekik a munkájukat. Úgyhogy ezek voltak azok a fő irányok, amikben az elmúlt években igyekeztünk vonzóvá tenni a vármegyei szakképzést, és hát természetesen ezt nem tudtuk volna véghez vinni a kamara támogatása nélkül, úgyhogy itt elnök úr, főtitkárasszony mindig mögöttünk állnak, és szakmailag is, anyagilag is támogatnak bennünket, úgyhogy szeretném megköszönni a támogatásukat.